Így előzd meg a porckorong problémákat. Ugye a diszkopátia az egy latin összefoglaló kifejezés, amely a csigolyák közötti porckorongok megbetegedésére, degeneratív elváltozására utalnak, és számos tényező kiválthatja. Ez a betegség leggyakrabban a gerinc kopásos elváltozásai miatt alakul ki, amelyeket ugye a civilizált életmód, például a hosszas ülőmunka, a nagy fizikai megterheléssel járó tevékenységek eredményeznek. Ugye a gyakran ismétlődő nagy megterhelések fokozatosan porckorong elhasználódását eredményezik. Bizonyos életmódbeli tényezők, mint a túlsúly vagy a hasi elhízás is hozzájárulhatnak a gerincsérv kialakulásához. Időben történő felismeréssel és kezeléssel megakadályozható az állapotnak a súlyosbodása. Különösen fontos megemlíteni a fertőzéseket is, mint lehetséges kiváltó okokat, mivel a porckorongok vérellátása ugye szegényes, és gyakran a szomszédos csigolyákról átterjedő fertőzések váltják ki a súlyosbodást, ami akár a csigolyák és a velük együtt a porckorongok súlyos fertőzéséhez is vezethet. Ezekben a komolyabb esetekben ugye kórházi kezelése és hosszabb antibiotikumos terápiára is szükség lehet. De mit lehet tenni, ha kialakul a csigolyák közötti degeneratív elváltozás? Egyrészt ugye az életmódbeli változtatásokkal, a gerincterhelés csökkentése, hosszas ülés elkerülése, fogyás például, ezekkel a további súlyosbodás megelőzhető. Visszafordítani a kopás teljes egészében nem lehet, ugyanakkor megfelelő táplálkozással a porckorongnak az állapota javítható. Ha változatos étrend nem biztosítható számodra, akkor táplálékkiegészítőkkel is lehet pótolni a szükséges tápanyagokat, mivel a porckorong is porcszövettípus, fontos eleme a glükozamin és a kondroitin szulfát. A glükozamin szulfát a porcok egyik alkotóeleme, így nagyon hatásosan alkalmazható izületi gyulladások esetén. A hélvitál glükozamin kondroitin MSM komplex étrendkiegészítő esetén ugye a hozzáadott kondroitin szulfát, valamint az MSM kombinációjából köszönhetően az egyik legjobb választás a csontszervi panaszok esetén, valamint megelőzheted vele a nagyobb problémákat is. Abban az esetben, ha nem kezelik az elváltozást gyógytornával, akkor az állapot az könnyebben rosszabbra tud fordulni. A porckorong sorvadása idővel sérv kialakulásához is vezethet, a gerincsérv komolyabb panaszokat okozhat, és a gyógyulási idő is kitolódhat. A sérv miatt ugye nyomás alá kerülő idegek kisugárzó fájdalmat okozhatnak a végtagokban, idővel súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, például végtagbénulása. Azonban megtörtént a baj, és a tünetek komolyabbra fordulnak, lehetséges, hogy műtét is szóba jöhet a problémának a feloldására. Tehát jobb megelőzni a problémát, kezdjétek el szedni, hogyha nem tudtok olyan étrendet kialakítani, akkor kezdjétek el szedni a glukozamin kondroitin MSM komplexet. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg, és legyen nagyon szép napotok, sziasztok!